nem csak ez a település, hanem Kistormás és Kölest, illetve Tolna megye is tudott gazdagodni ezzel a 210 milliós beruházással. Amely majdnem 100%-ban pályázati forrásból valósult meg, hiszen 203 millió forintot az Európai Unió támogatása biztosított a fejlesztéshez. Mondta el megnyitó beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. száma választókörzetének országgyűlési képviselője, aki kiemelte, ezek a beruházások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a kis településen élők számára is megkönnyítse az életet, biztonságossá tegye a munkába, iskolába járást. Örülünk annak, hogy a megye is az elképzeléseinket mindig támogatja. Gyakorlatilag itt abszolút egyetértésről volt szó, hogy a megye közepén lévő két települést ezzel a kerékpárúttal összekapcsoljuk. Nem csak ő miattuk valósult meg ez a beruházás, nem csak az itt élők használhatják, hanem későbbiekben ezt egy megyei kerékpár útrendszerbe szeretnénk beilleszteni. Tehát emiatt is fontos, hogy akár Paksról is majd el lehessen jutni kerékpárral ezekre a településekre. A megyei kerékpárút hálózat kiépítése jól halad, mondta Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. Jelenleg 35 kilométert fejlesztettünk kerékpárútakból, 2,4 milliárd forintot költöttünk erre. A következő fejlesztési időszakban ennek a többszörösét fogjuk megépíteni. Az ünnepélyes szalagátvágást és kerékpárútavató biciklizést követően Potápi Árpád János megnyitotta azt a fogadhajtó versenyt, melyet Kölesden első ízben rendeztek azzal a céllal, hogy a lovasport egyik kiemelt állomása lehessen a település.